a Chevroletbe agyba főbe nyomják a dudát. Úgy bírom a dumát, hulla jó a szipkár, mindenet tömény, erre bukom én. Gyere velem, rázok meg a rockabillit, kis csibén. Észre? Jó, cső. Végig gondoltad, ahol tudod, időben előkészíted, hogy hol váltad vissza, ha szórakozik a hármas. Aha. És húzassad, vazeg. Május idusán itt állunk a Mini Rallyn Kiskunlacházán, és Szigeti Barbarát kérdezném, hogy hogy jött ez az egész autósport. Mesélj egy picit erről, légy szíves. Apukámon keresztül, apukám autóversenyző, és amint megszereztem a jogsimat, elkezdtem versenyezni. Vitt magával versenyekre, és akkor onnan jött a láz, vagy inkább úgy apu mondta, hogy gyere, próbáld ki ezt is? Nem, sokszor jártam vele elnézni versenyt, és így jött. És hallottam, hogy itt elég jó eredményeket sikerült már elérned az elmúlt versenyek alatt. Mesélj ezekről egy picit, légy szíves. Hát a női kategóriában sikerült már elérnem helyezéseket. És ha jól tudom, akkor ez most itt a gyorsasági másodosztály, igaz? Tehát akkor ez van az első lépcsőfok ahhoz, hogy utána tovább lehessen pályára menni. Igen. Srácok, mennyire elégedettek a munkáddal? Nem tudom. Nem tudom. Mennyire elégedettek a srácok a munkája, a lány munkája? Nagyon elégedettek vagyunk. Eddig nagyon. Akkor bemutatom a kedves nézőinknek, olvasóinknak Szigeti Attilát is. Aki a lánya, de akkor ne bújj mellé, légy szíves, mert így nem sok mindent lát a kamera belőle. Mennyire vagytok elégedettek a lány munkájával? Eddig elégedettek vagyunk. Ezt az utolsó kört kivéve, amikor elmondása szerint itt
pördült, megforgott, de így is hozta az eredményt, tehát aránylag jó időt tudott így is futni. Megpörgés nélkül valószínűleg első helyre jó lett volna az ideje. Mennyire tudja visszaadni az autóból az információkat, hogy mi lehet a problémája? Igazából mindent megmond, ami probléma neki, de ez inkább az, hogy vezetési stílust, versenyzést meg kell tanulni. Mennyi időre szálljátok? Tehát ezt az egy évet szálljátok ide, és akkor utána már jöhet a pálya, vagy meglátjátok, hogy fejlődik? Hát meglátjuk, remélem, hogy tud rá annyi pénzt összehozni majd a jövő évben, hogy nagyobb autóval tud versenyezni első osztályban. Köszönöm szépen, hát akkor egy kalappal kívánok a verseny további részére, és akkor jó versenyzést kívánok! Köszi! Jó volt, Ari. Itt jön, jöjjön. Na, három, ha nevezem.